Ez a voltizsálás. Kaposváron már több éve gyakorolják ezt a sportot, a régi ló kiöregedett, most újat kaptak. Nótafa mindenki nótáját elhúzza, mondják a Pannon Lovas Akadémiánál. A 4 éves csődör ugyanis olyan családból származik, amelyik már a világbajnokságokon is előkelő helyezéseket ért el. A fiatal lóval a fiatal versenyzők is jó eredményekre számítanak. Bence Krisztina másfél éve lovas tornázik, már országos bajnokságon is szerepelt. Akkor a 16 indulóból a 10. lett. Azt mondja, a csőlovon begyakorolt mozdulatokat nótafával eredményesebben előadja majd. Ő neki erősebbek a lába is, meg már hogy az egész ló erősebb, ezért hát jobban lehet rajta gyakorolni. Nótafa egyébként most került a Lovas Akadémiához. A lovastorna edzője azt mondja, egyelőre még ismerkednek vele. Villányi Krisztina szerint azt azonban már lehet tudni, hogy tehetséges, jól viseli a gyerekek próbálkozásait, a formagyakorlatokat. Azonban van még mit tanulnia. Lépésbe ne azon gondolkozz, hogy éppen most hova szeretne menni, hanem odafigyeljen a versenyzőre, aki éppen dolgozik, hogy maradjon körön, és folyamatosan menjen. Ezt március végére bepótolja, ígéri az edző, akkor ugyanis már országos bajnokságon kell helytállni.